Árnyékunk közösül a sziklafalon, stop. Mindennek az ellenkezőjétől is távol, stop, a holnapi csend is megérkezett. Kiégett cipkámmal sors közösségben. Stop. Mindennek az ellenkezőjétől is távol. Stop. A holnapi csend is megérkezett. Stop. Évezredes tegnapi patanyomok. Stop. Homokba nyomódott melbimbó ceruza végködrében törperák. Stop. Közösül a sziklafalon. Stop. Ürességbe kövesedve lüktet. Stop. Még néhány érvényes ebédjegy az utolsó hajójáratig. Stop. Közlés és a megragadás szempontjából két olyan lehetőség és felfedezés és ráismerés van a birtokában, amiben szögesen új perspektívákat, új lehetőségeket nyitott meg. A sebesség új mítosza, lehetősége és mitológiája, és a miniaturizálásnak az új mítosza lehetősége és mitológiája az az óriási különbség, ami választó vonalat húz mind a megközelítésben,
mind az ábrázolásban. Ez a fajta megközelítés, ahol a sebesség lehetőségei ilyen formában kinyílnak, az automatikusan egy másfajta narrációt is implikál. Azt mondhatnám, a sebességnek is van narrációja, és az teljesen más, mint a klasszikus értelembe vett, a valóságnak mindegy kigöngyölítése. Az az idődimenzióban, térdimenzióban teljesen más megragadása a valóságnak. A sebességgel valahogy minden közelít a pillanat panorámájához, és az összeszorítottság, a beszűkítésnek a dimenziójába ragadja meg a panorámát. Ez a régi narrációhoz, a panoráma narrációhoz, a panoráma jellegű kifejtéshez képest közelít, mind formailag, mint pedig művészi hatásában közelít a töredékességhez. A szó régi értelmében nevezhetem töredéknek, de ebből az új szempontból egy teljesen új kozmosz, mint ahogy egy új totalitásba mutatja be a valóságot. Én nem hinném, hogy ez tökéletesen új, mert az e felé való vágyakozás, nosztalgia nagyon sok művészeti ágban mindig is megvolt. Tehát a redukciónak, a művészi redukciónak ez a fajta igénye mindig megvolt, csak most az egész mögé odaállt egy századnak az egész technikai felkészültsége és a technikai felkészültségre való habzsoló igénye. A fantáziánk, a megértésünk igenis hozzászokott már, és ezt a kvantálását az elmesélésnek, a szaggatottságát úgy szokjuk meg, hogy már nem igényeljük a közben eső részeknek a pontos kifejtését. Miklós, megkérhetnének arra, hogy ezt felolvasnád nekünk? Tengerpart alkony kis postahivatal. Vén kisasszony a postás kisasszony, a tenger hát mögötti kis halászfaluban. Már turista sincs, ősz van. A napszemüves férfi, aki a távirati blankettát kitöltötte, és elment a kocsiában felejtett pénztárcájáért, azóta se jött vissza. Helyzet. A postás kisasszony éjszakánként a blankettát olvassa. Kiégett cipkámmal, sors közösségben, stop. Mindennek az ellenkezőjétől is távol, stop. A holnapi csend is megérkezett, stop. Évezredes tegnapi patanyomok, stop. Homokba nyomódott melbimbó, ceruza végödrében törperált, stop. Árnyékunk közösül a sziklafalon, stop. Ürességbe kövesedve lüktet, stop. Még néhány érvényes ebédjegy az utolsó hajójáratig, stop. Tengerpart, éjszaka és postahivatal.